És ma is hatalmas nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk, azokat, akik élőben követnek minket, és azokat is, akik majd később felvételről fogják majd megnézni ezt a mai beszélgetést. Június 1-e van 2022-ben, és végre eljött az az idő, amikor én kiülhetek az erkélyre, és nagyon remélem, hogy a Váci útnak a zaja azért nem jön be, tehát annyira nem zavaró. És azért jöttem ki ide, mert nagyon szeretem egyrészt a természetet, másrészt pedig azt is szeretném egy kicsit demonstrálni, hogy a mi rendszerünkkel, a mi eszközeinkkel ez is lehetséges. Tehát akár kint a szabadban is tarthatnám ezt a beszélgetést. Mai beszélgető társaim, Győri Nékun Zsóka, a Sponsor Life oldal tulajdonosa, és hát egy rendkívül tapasztalt, 30 éves tapasztalattal rendelkező network marketer, valamint Nagy Zsuzsanna, aki az online mentor, óvópedagógus, és a gyermekkori álmok és elképzelések szakértője, vagyis hogy ezek felhozatalának szakértője, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy az eredményes online hálózatépítés tanfolyamon belül az első 10 lecke milyen tapasztalásokat, milyen tudást hoz, hogyan épül egymásra, és hogy kinek milyen emléke van ebben kapcsolatosan, amikor ő megcsinálta, és hogy miért érdemes végigvinni ezen a 10 leckén az új jelentkezőket, akik szeretnének online eredményeket elérni. És akkor én kezdeném is azzal, hogy mi az első lecke. Gyerekek, annyira jól tudom, fejből megy. Kicsit nagy képviskodok. Na, az első lecke az nem több, csak egy bemutatkozás. Végül is ugye, hogyha jól megnézzük, hogyha valamilyen közösségbe belépünk, vagy elmegyünk, akkor nagyon fontos az a számunkra az, hogy tudják a többiek, hogy én ki vagyok, mit csinálok, honnan jöttem, és nagyjából ez történik. Amit én megfigyeltem, az az, hogy a selfie készítés az eléggé sok én korombeli személynek jelent problémát, és ezért van ez az első lecke, egy ilyen bemutatkozás, hogy kell csinálni 3 darab képet önmagadról, és oda kell írnod mellé, hogy ki vagy te, és hogy honnan jöttél. És most akkor benneteket kérdezlek, hogy mennyire lepett meg titeket ez a lecke, vagy mennyire tartottátok nagyon egyszerűnek, szinte fajék egyszerűségűnek. Sokkal. Uha, nem hallunk, Zsóka. Jajjaj, valami van, nem hallunk. Nem, még nem hallunk. Zsuzsa, téged lehet hallani? Remélem, hogy igen. Szerintem igen. Igen, tökéletes. Így van, igen, abszolút rendben. Oké. Zsókát sajnos még nem hallom. Nem, még nem. Megpróbálok szájról olvasni. Nem. Sajnos nem megy. Gyakorolnom kéne ezt a dolgot. Nem. De gondolom azt mondtad, hogy majd kilépsz, és majd vissza fogsz jönni. Jó, oké. Zsuzsa, akkor addig, amíg Zsóka vissza nem jön, addig így szíves, te hozz fel az emlékeidet, hogy milyen volt ez az első
lecke jelentette egyáltalán valamilyen kihívást, és a tapasztalataid avval kapcsolatosan, hogy mások hogyan reagálnak, vagy milyen reakciókat adtak erre a leckére. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek én is. És ahogy mondtad, hogy sok korunkbelinek ez fejtörést okoz, vagy feladja a leckét, vagy hű, most itt selfie, de igazából szerintem nem maga a technikai része, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hanem az, hogy én magamról készítsek képet, és rakjam ki, rakjam föl, mert sokan vannak ám olyanok, akik nem raktak még föl magukról képet egyáltalán. Lehet, hogy csak felraknak valamiféle idézetet, vagy átvesznek másoktól, megosztanak dolgokat, de magukról nem. Én sok ilyet ismerek, és kicsit furcsa nekik, hogy most magukról kell feltenni, sőt nem is egyet, hanem kettőt, hármat, különböző élethelyzet. És én akkor annak idején talán azt hiszem, hogy volt, hogy egy kicsit talán csaltam is, mert vettem elő olyan képet, ami már kész volt, és azt is felraktam, de azért csináltam selfit is. És pozitív fogadtatása volt, tehát nem volt semmi, hogy nem jó, vagy hogy néz ki, vagy némi kis útmutatás, segítséget, dicséretet kaptam, és igazából ez nem volt abszolút nehéz feladat. Én azt tapasztaltam több esetben is, hogy ahogy te mondod, hogy elővettek régi képet, és nem merték föltenni az éppen aktuálist. Ezt többször hölgyeknél is tapasztaltam, hogy 10-15 évvel ezelőtti képet azt próbálták, igen. Igen, az a hölgyek, hogy hogy nézek ki, hogy áll a fizulám. Igen. Igen. Ja. És azt is megtapasztaltam, hogy talán, igen, abban igazad van, hogy nem is maga a kép készítés az, hanem hogy azt akkor technikailag megoldani, hogy akkor most én hogy fogom azt feltölteni a telefonról, hogy teszem át a számítógépre, és a számítógépen hogy töltöm föl. Tehát ilyen kihívások vannak, és én azt látom, hogy hogyha valaki végigmegy ezen, akkor azért hál' Istennek csak át tud vergődni rajta, habár eléggé érdekes az, hogy néhányan tényleg megpróbálják a könnyebbik utat, a hátsó bejáraton megoldani a dolgot, és nem csinálják meg úgy, ahogy azt kérjük. Pedig ha tudnák, hogy ez ennek a végeredményben nincsen más feladata, mint gyakorolni valamit, amit aztán később majd elég sokszor meg kell majd csinálni, mert hogy képet feltölteni, amit mi csinálunk a saját telefonunkkal, az a későbbiekben annak már rutinná kell válni. És most ahogy látom, megjött Zsóka, és csináljunk egy tesztet, hogy most... De most hallottam. Most hallottok engem. Igen, tökéletesen, igen. Igen, amikor az ember nem figyel a technikára, az az igazság, hogy délután ki volt hangosítva egy hangszóró által a laptopom, és át volt persze, átkapcsoltam, hogy ugye hangszóróra megy, és akkor így most elfelejtettem ezt visszakapcsolni, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Tehát ebből is lehet tanulni, hogy ugye mindig felkészülten kell egy ilyen konferenciára beülni, de azért nem kell mindjárt megijedni, mert ez másokkal is előfordul, és ezt már rutinszerűen lehet aztán orvosolni. Úgyhogy igazából én magam sem tudom sokszor, hogy mikor, miért van az, hogy például a rendszerem lefagy, miért van az, hogy kiüti a kamerát a gépem,
Sokszor előfordul, de hát megyünk tovább és csináljuk tovább. Most itt az a problémám, hogy ugye nem hallottam, Zsuzsa, azt, amit te mondtál, tehát innentől kezdve nem tudok bekapcsolódni a Ó, de beszélgetésbe. hogy is, hát a kérdés, amit én föltettem. Tehát, hogy az első leckével kapcsolatosan, ugye, hogy a mi korosztályunk időnként egy kicsit ilyen technikailag gondban van azzal, hogy ja, közben itt egy kicsit fölteszem a lábam a nyakamba, kényelmesebb. Jó. Így ülök, hogy ne lehessen látni. Na, szóval a te megtapasztalásod, tehát oké, meg tudtad csinálni a képet. Ja, először is. Kérdés az, hogy te csináltál-e már úgy önmagadról képet, hogy aztán utána azt megosztottad. Ha igen, akkor ez jelentette neked problémát, és aztán utána a következő az, hogy a megtapasztalásod azokkal kapcsolatosan, akik hozzá csatlakoznak, és akiknek nem mutatod meg az eredményes online csoportépítés leckéit, hogy ők hogyan reagálnak, vagy reagáltak erre az első leckére. Hát ez az első lecke ugye a legegyszerűbb dolog azoknak, akik mondjuk azért valamilyen szinten tudják a telefont mondjuk telefonáláson kívül is használni. Sokan csodálkoznak egyébként rajta, hogy miért az első lecke a selfie készítés, aztán pedig mi csodálkozunk rajta, hogy mennyire furcsa dolgok születnek. Ugye akkor, amikor valaki mondjuk csak félig van benne egy képbe, vagy túl nagy a fej, vagy túl nagy ugye maga az arc, és pontosan ezért nagyon fontos az, hogy ez le legyen gyakorolva, hiszen itt olyan hibákat lehet elkövetni, mint például, most tényleg abszolút példa, hogy hátul van, mögöttem van az ablak, és ugye az mindjárt már egy olyan fényviszonyokat ad, amivel a selfie mindenféleképpen ugye eltorzul, nem jó a megvilágítás, és ugye ezt az emberek, hogyha nincs nekik megmutatva, megtanítva, vagy mondjuk úgy, hogy nem is gondolják akkor, mikor elkészítenek egy-egy ilyen képet, főként azok, akik most csinálják először, beleszaladnak és beleszaladhatunk bármikor ilyen hibákba. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy ennyire könnyű az első lecke. Ilyenkor nagyon nagy hatalmas lelkesedéssel hozzáfognak ugye azok, akik ugye ezt tanulják, és utána a nagy lelkesedés majd a későbbiek során, olyan ötödik lecke körül egy kicsikét megtorpan, ahogy nehezednek ugye a feladatok. De a feladatokat ugye el kell végezni. Mert hogyha nem végezzük el, csak nézzük, tehát azt is lehetne, hogy csak megnézek egy-egy leckét, megnézem magát a videót, és hú, hát én ezt tudom. És ha nem csinálja meg valaki, akkor nem tudja azt felmérni, vagy felismerni, inkább így mondanám, hogy tényleg ő ezt nem tudja. Úgyhogy én nekem nem volt problémám a selfie készítéssel, tehát ezen én már azért akkor túl voltam. Igaz, én nagyon kereső fázisban találtam rá ugye erre a oktatási rendszerre, és hát én nem csodálkoztam rajta, hogy vannak olyan emberek, akik annyira ugye kezdők, hogy igazából még tényleg a telefont is csak telefonálásra használták eddig, de hozzá kell tegyük, hogy őket is várjuk, sőt, főként ugye nekik tudunk segíteni. Most akkor, ha már itt mondtad ezt a technikai dolgot, hogy a fény hátulról jön, akkor az már probléma. Akkor most mutatok még néhány másik problémát. Például az, hogy a telefont nem ilyen magasságba tartja, hanem így leteszi. És így lenéz. Akkor már ti is látjátok, hogy milyen kép készül ebben az esetben. Félig csukott szem, a szemüveg eltakarja a szemet, és alulról a tokra felől veszível, és akkor eleve torz az asztal, vagy az arc. Aztán, hogyha ebben a magasságban tartja, akkor viszonylag jó, de éppen pont most nézem, hogy
van egy fotós szakember, egy magyar fotós szakember, és mutatja, hogy hogyan lehet jó selfie készíteni telefonnal. És ő ugyanerről beszélt, hogy ugye a fény a szemből jöjjön, és ő, képzeljétek el, azt mondja, hogy mindig egy kicsit magasabbról, tehát hogy följebb legyen a telefon, mint a szemnek a vonala. Ez is egy nagyon érdekes meglátás, mert azt mondja, hogy ebben az esetben tényleg reális kép készül. És ezért, tehát ilyen apróságok megtanulásával lehet jó képeket csinálni, olyan képeket, amik után, hogyha valaki ránk keres, megnézi, hogy mi ki vagyunk, akkor olyan képet fog látni rólunk, ami ugye nem olyan, hogy el van takarva a szem, meg torz az arc, meg esetleg átúrjön a fény. Tehát ezek olyan alap technikák, amiket rögtön itt az elején meg is kell tanulni. A második leckénk az ugye az, hogy na, itt már nem csak selfie van, itt már videó. Egy videó, ahol el kell mondani, hogy hogy hívnak, honnan jöttél, és hogy mit vársz el ettől a tanfolyamtól. Három nagyon egyszerű mondat lenne, ebből kettőt ugye mindenki kapásból tud, beve is, hogy honnan jött, és már csak annyit kell hozzáfűzni, hogy mit vár a tanfolyamtól. Mégis, hát én is eléggé sokszor tapasztalom azt, hogy elég furcsa videók készülnek, és vannak, akik igen, igen festélyezettek. Most az a kérdésem felétek, hogy nektek ez a második lecke hozott-e kihívást is? Ha nem, akkor hogyan sikerült átlépni rajta? És akiket ti hoztok, tehát ti tanítotok, onnan kaptatok-e visszajelzést ezzel a videókészítéssel kapcsolatosan? És akkor megint Zsuzsa, jó? Igen, a videókészítés nekem akkor azért nem okozott gondot, mert már előtte is több videót készítettem több éve, és azért most, ahogy visszanéztem, van különbség mégis a között, amiket már most készítek, meg az akkori között. És hát beszéltem ugye akkor arról, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, stb. És ugye az idő volt meghatározva még, hogy ez azt hiszem 2-3 perc legyen. És akkor is arról beszéltem, hogy én egy online életépítő vagyok, mert hogy online építem magamat, a személyiségemet, az én márkámat. És nekem nem volt nehéz, tehát akkor is a pozitív visszajelzéseket kaptam a csoporttól, és hát nagyon élveztem ezt, hogy egy közösség tagja lettem, akik segítenek, akik körülvesznek, és hogy együtt haladunk, és együtt építjük az üzletünket, mindenki ugye a sajátját, és teremtjük a pénzt, mint ahogy minden szerdán. A csoport tagjainak, munkatársainak változó volt ez a megmérettetés, vagy ez a lecke. Ugye ez is attól függ, hogy ki az, aki már esetleg készített maga is videót. Volt olyan, aki egyáltalán még nem készített, és hogy nálam, vagy nálunk tanult meg, és nagyon hálás, és azóta is az ő üzletében csinálja ezeket a videókat, megmutatja az új termékeket, és mondta, hogy ő soha nem készített volna videót, hogyha ő úgy gondolja, hogyha nem csatlakozott volna hozzánk, és nem mutattuk volna meg neki, hogy így is lehet megmutatni az ő termékét, és sokkal látványosabb, érdekesebb, és jobban felfigyelnek rá, hogy ez a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Neked, Zsuka? Nekem igen, nekem okozott problémát.
Ugyanis én akkor nagyon kezdő voltam itt nálad, hiszen én pontosan ezért jelentkeztem erre a tanfolyamra. És ugye, mint mondtam, kereső fázisban, mert én ezt meg akartam tanulni. És ez már 3 éve volt egyébként, és én már azóta számtalan bemutatót, előadást, különböző videókat csináltam, de az az első, az igen, az meghatározó volt. És tudjátok miért? Azért, mert mivel kezdő voltam, és nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy nincsenek velem szemben emberek, nem tudtam ugye a visszajelzéseket, tehát igazából nem láttam a visszajelzéseket, nem láttam a szemeket, nem láttam azt, hogy most mit fognak hozzászólni, meg tudjátok, mi volt még nagyon érdekes? Izgultam attól, hogy mit fognak hozzászólni az emberek. Tehát mivel nem azonnali a reakció, és nem azonnali a visszajelzés, ezért azok, akik elkezdik ezt a leckét megcsinálni, majd figyeljétek meg, amikor ugye már ide bekerülünk ebbe a zárt csoportba, és ugye több ember itt megcsinálja ezt a második leckét, hogy annyira látszik az embereken az izgatottság, az izgalom, hogy fél, és az az igazság, hogy nem attól fél, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, hanem pontosan a visszajelzésektől is. Tudjátok, ezt kell megszokni. Tehát azt, hogy az interneten történő munka, mármint akár ugye a videókészítés során is, egy olyan történetet hordoz magával, hogy nem azonnali a visszajelzés. Tehát van, és akkor nézed, hogy nem szólt hozzá senki. Miért nem szólnak hozzá? Nem tetszik nekik? Vagy ha hozzászólnak, akkor miért pont így szóltak hozzá? Vagy ugye Zoli is, ugye ezeket a videókat, illetve minden leckének tanító jellegű hozzászólásokat ad ugye hozzá, és bizony, ha megdicséri az embereket, az nagyon jó, de volt bizony már olyan is, hogy nem mindenki tudja elfogadni például azt, hogy az, amit eddig csinált, az nem annyira jó, és ebben még fejlődnie kell. Pedig ezért vagyunk itt. Úgyhogy igen, nekem volt vele problémám. Én szerintem 11 néhányszor vettem föl, mire fölraktam. De ez is egy jó dolog, hogy föl lehet venni 11 néhányszor, még Igen. élőben, ezt nem tudod megcsinálni. Igen. Úgyhogy ezt az oldalát is nézni kell a dolognak, mert bizony, hát ez szuper, hogy meg tudod csinálni, és tudjátok, még akkor is izgulsz. Úgyhogy ezen át kell lendülni, ezt át kell lépni. Igen. Nagyon sokszor tapasztalom ezt, én is kaptam ebben kapcsolatosan én is így visszajelzéseket. És akkor most lépjünk tovább, és jöjjön a harmadik lecke, amikor arról van szó, hogy miért csinálok. Ugyebár a kérdés az, hogy mi az igazi célja magának, annak, hogy el akarja valaki érni a legutolsó, tehát az, hogy egy jó előadó legyen, hogy végigmenjen ezen az egész folyamaton, mi az, ami igazándiból mozgatja? Igen, itt rendkívül fontos az, hogy valaki tisztában legyen a saját céljaival. Én nagyon sokszor találkozok azzal, hogy általános megfogalmazás jönnek, és hogy az általános megfogalmazásban az alapvető, tehát az élet négy alapvető oszlopa, az egészség, pénz, kapcsolatok, boldogság, hogy ezt nem mindenki fogalmazza bele. És sok mindent gondolnak az emberek arról, hogy cél, és amikor nézem, hogy miket írnak, nagyon-nagyon kevesen fogalmazzák meg az igazi céljukat. Valószínűleg azért, mert ők maguk sem tudják pontosan, és ehhez kell majd nekik egy olyan segédeszköz, amivel ezt igazándiból jól meg tudják csinálni.
Ti hogy értétek meg ezt a leckét? Zsuzsa. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon sarkalatos pont, nagyon fontos a mi életünknek a meghatározása, hogy miért is csináljuk ezt, miért kezdtünk bele, mit szeretnénk ezzel elérni, vagy mit akarunk elérni. És nekem lehet, hogy hihetetlen, de nem a pénz volt az elsődleges. Ezt ugye már sokszor elmondtam, hogy a személyiségfejlődés, hogy azért kezdtem el ezeket a fajta tevékenységeket, hogy fejlődjek, mert tudom, hogy ezekkel a tevékenységekkel nagyon-nagyon fejlődik a személyiségünk, és ugye a kettő párhuzamosan halad, hogyha mi fejlődünk, akkor a jövedelem is azzal párhuzamosan több lesz, de nem tudja megelőzni az egyik a másikat. És volt, amikor már azt kaptam, hogy jaj, hát olyan nincsen, hát mindenki a pénzért csinálja, nem azért, hogy annyira segíteni akar, de igen, mindannyiunkban benne van ez szerintem, hogy segíteni akarunk mi hálózatépítők, akik ilyen tevékenységet csinálunk, mindannyiunkban ez benne van, hogy segíteni akarunk, és én bennem is ez volt. A fejlődni, hogy segíteni akarok, és persze nyilván pénzt is keresni, hogy kiegészítsem a jövedelmemet, és a mai napig is ez van. És valóban nagyon-nagyon nagy öröm és boldogság megtapasztalni azt a fajta változást magamon, amit így észreveszek, lépésről lépésre egyre többet tudok, egyre jobbá válok, és majd ugye a következő leckék felé, hogyha haladunk, akkor ott is majd elmondom, hogy mi az, ami nekem nagyon-nagyon sokat adott, és annak ellenére, hogy évek óta foglalkoztam online üzletépítéssel, nagyon-nagyon sok új dolgot tanultam ennek a tanfolyamnak a kapcsán, során, és ahogy szépen egymásra vannak épülve ezek a leckék, ugye kezdve onnan, hogy a selfie, és ugye most már ott tartunk, hogy a miértünk meghatározása, de ez még mindig az elején van a leckéknek. És majd ugye erre épül a többi elméleti és gyakorlati tudás. Joka? Hát ez egy nagyon könnyű lecke egyébként. Véleményem szerint itt arra vagy kíváncsi, és ugye azt kell átugrani, hogy ki hogyan fogalmaz, és ki hogyan ír. Ugyanis ilyenkor ugye látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akik rendkívüli helyesírási hibákkal, igen, rendkívüli problémás írásokkal, megfogalmazásokkal kezdik ezt az egészet. És azért egy online munkának mindenféleképpen a posztok készítésekor, akár bármilyen szövegelésben egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan írunk. Úgyhogy itt még nem arról van szó, hogy majd hogyan fogalmazunk, és mit adunk át az embereknek, hanem vagy hogyan érjük el vele az embereket, mert ugye az a célunk egy posztkészítéssel, minél több embert elérjünk, és ugye ráirányítsuk a mi, hogy mondjam, tehát amit mi kiadunk és nyújtunk az emberek számára. És az nagyon fontos, hogy amikor ugye valaki ír, akkor ezt is ugye, mint akár helyesírás, akár egyéb dolgokat, ugye mindjárt az elején kiszűrjük, és elkezdjünk itt segíteni ebben a dologban. Tehát én ezt a harmadik leckét például így gondoltam át, és erre asszociáltam, és így is próbálom megsegíteni azokat, akik éppen a harmadik leckénél tartanak. Oké, köszönöm szépen. És akkor most lépjük tovább a negyedik lecke, amikor is ugye arról kérdezem az érdeklődőket, hogy szerintük mi a különbség az online
és az offline csoport építés között. Na, erről te mit gondolsz? Zsuzsa vagy én? Igen. Én? Hát sok különbség. Sok különbség van. Tehát itt, hát ugye én is azért offline gyakorlattal rendelkeztem akkor, amikor ugye idejöttem. És ugye az online, vagy az offline network marketing, az offline értékesítés teljesen más típusú jelenlétet kíván, mint maga az online. Tehát online-nak az a legérdekesebb része, mint mondtam az előbb is, hogy nem azonnal történik a visszajelzés. És ugye, amikor elkezdtük ezt a lecke sorozatot, akkor nem is tudom, hanyadik videóban vagy hanyadik leckében volt benne az, hogy minimum 90 napig folyamatosan kell tevékenykedni ahhoz, hogy bármi eredménye legyen. Jó, vannak ugye szerencsésebbek, akiknek ez igazából hamarabb már megadatik, de bizony egy kitartó, állandó úgynevezett jelenlétet kíván az online jelenlét, és egyre jobb és jobb megjelenést, mert ugye megismernek bennünket az emberek, és itt az a legfontosabb dolog, hogy megismerjenek bennünket az emberek. Tehát a népszerűség, mint olyan, az valamilyen szinten előre viszi ezt az online munkát. És akkor itt jön az online gondolkodás mozgalma, amit sose felejtsünk el, mert ugye ez már a mi nevünkhöz fűződik, hogy gondolkozzunk online, és hogyha online gondolkodunk, akkor teljesen másképp fogunk cselekedni. Úgyhogy én tudom azt, hogy Zsuzsa fantasztikus ebben a történetben, hiszen a kitartásban és abban a úgynevezett állandó tevékenységben, amit ő csinál, le a kalappal, hiszen én is csak sokszor csak követni se tudom sokszor, hogy éppen most már megint ott van, és már megint csinálja. Úgyhogy erről pedig ő jobban tud beszélni, hiszen ő már régebb óta is, és hát és többet, tehát többet tevékenykedik, mint én, tehát ez el kell, hogy ismerjem. Úgyhogy átadom Oké, akkor hallgassuk meg Zsuzsát. Köszönöm szépen, Zsóka. Tehát ugye az offline, én azért kezdtem el az online üzletépítést, mert én egy olyan módszert kerestem, ami nyomulásmentes. És nekem akkor az offline üzletépítési módszerek nem igazán működtek. És én minden áron olyan módszert akartam, na kell lenni egy olyan módszernek, amivel el lehet ezt írni, hogy az emberek ránk találjanak. És akkor évekkel ezelőtt ugye vásároltam egy honlapot, akkor elkezdtem azt szerkeszteni, mert WordPress honlap volt, és akkor elvégeztem egy tanfolyamot, hogy tudjam azt szerkeszteni én magam. És nagyon sok tudásanyagot meg kellett vásárolnom, hogy egyrészt, hogy tudjak marketing szövegeket írni, hogy a SEO-zási ismereteket, kereső optimalizálási ismereteket elsajátítani, és mindezeket megtanultam, és ugye folyamatosan tanultam tényleg, és nagyon élveztem azt, hogy mindig egyre többet tudok, egyre jobbá válok, hű, már ezt is tudom, azt is tudom, de még mindig nagyon sok mindent nem tudtam, és ugye amilyen gyorsan változik az online világ, nekünk ezzel lépést kell tartani, sőt, az a jó, ha mi előtte járunk, úgy általában a többieknek, hogy tudjunk ezzel utat mutatni, segíteni, tanítani őket. És hát tényleg nagyon, nagyon nagy a különbség, mert ugye offline egyrészt időigényes, hogy az embereket megkeressük, hogy először ugye felvegyük a kapcsolatot a telefonon, néha-néha előfordul, hogy személyesen vannak, akik személyesen is
nagyon gyorsan tudnak kapcsolatot teremteni. Nekem ez nehezen ment, és ugye ezért kezdtem ezzel ebbe bele, és én lehet, hogy másokkal ellentétben, mert talán te mondtad, Csóka, hogy neked az egy picit gondot okozott, hogy majd mit fognak szólni ehhez a videóhoz, ha meglátják. Én meg úgy voltam vele, hogy nem látom azt, hogy mit fognak szólni, és akkor innentől kezdve, ha nem teszik nekik, kikapcsolják, és kész. Nem foglalkoztam. Jó, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgultam, mert izgultam. Tehát az elején azért nagyon sokat izgultam, és amikor kellett videót csinálni, de úgy éreztem, hogy muszáj. Tehát ahhoz, hogy ismerté váljak, mint ahogy te is mondtad, hogy meg kell ismerjenek bennünket, ahhoz bizony videókat kell csinálni. És hát egyre jobbakat, egyre érdekesebbeket, hogy rögtön ugye ott az első néhány percben ott maradjanak az emberek. Ne az legyen, hogy akkor jó van, ez is ugyanolyan, mint a többi, és kész. Tehát ki kell tűnni a tömegből. És mi ugye ezzel a tanfolyammal és ennek a leckéivel, hogyha ezeket megcsináljuk, és ezeket a módszereket elsajátítjuk, akkor szerintem én azt gondolom, hogy ki tudunk tűnni a tömegből, mert amiket én látok a csoportokban, és sok-sok hirdetésben, szinte egyformák, és nagyon ritkán látni olyat, ami más, és akkor azok tényleg nagyon sok lájkot, egységet kapnak, akik másképp csinálják. Veszik a fáradtságot, hogy akkor ők nem úgy, mint az átlag, hanem ők egy picit többet beletesznek ebbe a munkába. És hogyha tényleg nem toljuk oda, nem nyomjuk rájuk a mi ajánlatunkat, hanem mi segítő, tehát mi segítünk, vagy tanítani akarjuk az embereket segíteni, akkor szerintem más fogadtatást kap. Köszönöm szépen! Amit én megfigyeltem, az a következő, hogy nagyon sokan az online hálózatépítést úgy értik, hogy gyakorlatilag az offline dolgokat kellene online csinálni. Tehát egyszerűen csak annyi, hogy a bemutatókat akkor most nem személyesen fogjuk, hanem mit tudom én, a Facebookon csináljuk, és akkor vagy kitettük videókat, és akkor majd úgy is megtalálnak minket az emberek, meg ilyenek. Egyetlen egy nagyon fontos szempont nincs meg az ő fejükben, és az a kapcsolattartás hosszú távon. Miért rendkívül fontos ez? Ez azért rendkívül fontos. Most képzeljétek el, ha valaki csak magára a Facebookra fókuszál, és ott teszi ki a különböző posztjait, bejegyzéseit, mindent, akkor egyértelmű, hogy csak azok az emberekhez fog eljutni, akik egyrészt fönt vannak a Facebookon, másrészt pedig valamilyen módon interaktivitást mutattak az ő bejegyzéseikkel kapcsolatosan, mert csak ezért fogja nekik megmutatni újból a Facebook. Azt már mindannyian tudjuk, hogy az összes ismerősnek mindössze 5%-a az, akinek a Facebook megmutatja ezeket a bejegyzéseket. Nem több. És ami másik nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek az idővonalán nem csak ő fog megjelenni, hanem még egy csomó másik ismerős. És a többi ismerős, ahogy fölteszi a különböző dolgaikat, posztjaikat, bejegyzéseiket, ennek a hálózatépítőnek a videója, ez szépen csúszik lefelé. És hogyha ő reggel föltett egy videót, az ismerősének az idővonalán megjelenik, mit tudom én, reggel 9 órakor, akkor az hét szentség, hogy este 5 órakor azt ő már nem fogja megnézni, mert addigra már lenyomta. És itt jön a kapcsolattartás fontossága, és ez semmi más, mint az e-mail. És én azt veszem észre, hogy a legtöbb hálózatépítő az e-mail
marketinget és az e-mail kapcsolattartást egyszerűen lényegtelennek tartja. Pedig ez szerintem a legfontosabb, mert az e-maillel való kapcsolattartás az, ami abban tud segíteni, hogy ha most nem is nyitott az én ajánlatomra, de ha folyamatosan ott vagyok, és kapja tőlem az e-maileket, és olyan e-maileket kap, ami őket érdekli, izgalmasak, elgondolkodtatóak, motiválóak, esetleg humorosak, tehát mindenféleképpen valamilyen érzelmet mozgatnak meg, akkor ott marad, tehát folyamatosan meg fogja nyitni az e-mailjeimet 2 hónap múlva, 3 hónap múlva, vagy esetleg 1 év múlva. És hogyha neki akkor lesz éppen aktuális, hogy csatlakozzon, akkor kihez fog csatlakozni? Na, náhogy hozzánk. Normál esetben pedig, aki éppen akkor a szeme előtt van. Ez az egyetlen egy nagyon fontos szempont, én szerintem emberek ezreit jelentheti, hogy annyival tud növekedni a csoport, hogyha valaki ezt elkezdi használni. Jó, akkor most menjünk tovább, és az 5. lecke, amikor már ugye a Facebook oldalról beszélünk. Tapasztaltátok-e azt, amikor feljött a kérdés, de hát minek? Hát nekem ott van a saját profilom, minek csináljak én egy üzleti oldalt? Zsóka, te találkoztál ezzel? Igen, az emberek nem tudnak különbséget tenni a között, hogy mi az, hogy saját oldalam, és mi az, hogy üzleti oldal, vagy rajongói oldal. Ugye teljesen másképp kezeli a Facebook a rajongói oldalt. Most tegyük fel, hogy nem üzleti oldalam van, hanem csak ugye egy olyan oldal, ahol én magam megmutatom, hogy ki vagyok én. Ezt hívjuk ugye rajongói oldalnak, mert ugye a követők minket ugye követnek, és ezeken az oldalakon követők vannak, még a saját oldalamon ugye ismerősök vannak. És ezért ez egy teljesen más, egy teljesen másképp kezelendő történet. És érdekes egyébként, mert ugye itt nehezedik most már a történet, és általában az emberek itt szoktak megtorpanni, és addig még az első 4 leckét úgy olyan gyorsan megcsinálják, úgy egyik napról a másikra, akkor azt veszük észre, hogy ennél a leckénél eltelnek hetek, mire valami történik, hogy egyszerűen ugye az emberek rájöjjenek arra, hogy ez miért van nekik erre szükségük, hogyan kell ezt elkészíteni, pedig ugye magában a videóban, ahol ugye Zoli ezt a dolgot megmutatod, lépésről lépésre lehet megcsinálni. Tehát nagyon egyszerű az, hogy tényleg az ember felrakja mondjuk a telefonjára a videót, és akkor a gépen megcsinálja. Tehát ahogy a videóban lépések történnek, úgy egyik eszközről a másik eszközzel gyakorlatilag lehet a lépésekkel haladni előre. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ezt mindenképpen tudnia kell az embereknek, hogy óriási különbség van a két felület között, akár hirdetési szempontból, akár ugye majd a későbbiek során ugye a megjelenési szempontokból, és ugye akár csoportokban való megjelenésekben, vagy akár tényleg magában a hirdetésekben is, úgyhogy majd ezért nagyon fontos az, hogy bizony, ezt csináljuk meg. Legyen mindenkinek egy úgynevezett rajongói oldala. Igen, ezt gondolom. Köszi, köszi Zsóka. Zsuzsa? Igen. Nagyon sok lehetőséget ad most, hogyha a Facebookról beszélünk, az üzleti oldal kapcsán, ugye sokkal több mindent meg lehet csinálni, mint a profilon. Tehát egyrészt a profilon nem is lehet üzletet reklámozni, mert ugye az nem azt a célt szolgálja. Még az üzleti oldalon felépíthetjük a saját márkánkat, ugye ez is a videóban erre is útmutatást az, hogy milyen nevet célszerű választani, mert
az is nagyon sokat, hát elsősorban az nagyon sokat elárul, hogy milyen nevet adunk neki, hogy milyen borítóképet, hogy fölül a maga a linkben mi van benne, ugye ez nem egy hosszú szám meg betűsor, hanem már ott van benne a mi márkanevünk, és hát tényleg rengeteg sok mindent lehet a szavazást indítani, élő jelentkezést indítani. Most már ott van a biznisz rész, ahol már nagyon sok mindent lehet, időzített bejegyzéseket. Én szoktam csinálni, hogy amikor tudom, hogy nem tudok feltenni, mint az elmúlt napokban, és akkor előre felraktam ezeket az időzített bejegyzéseket, és ez is egy nagyon időtakarékos dolog, és a folyamatosság az megmarad, hogyha az ember nem tudja akkor feltenni, akkor nem marad ki. És ugye látjuk azt, hogy az a jó, hogyha zöldbe van ugye az elérés, a maga a kommenteknek a száma, a kedveléseknek a száma, hogyha ez a zöldbe van, akkor jó, mert akkor van esélyünk rá, hogy sok embert elér a mi bejegyzésünk, és ugye onnan meg tudjuk osztani csoportokban a mi üzleti oldalunknak a bejegyzését, és ezáltal több emberhez el tud jutni. Hát ugye ebben a leckében, azt hiszem, ez egymás után két leckében van erről szó, és hogy nagyon sok mindent még be lehet állítani a chat részben, hogy hogyan lehet kommunikálni az emberekkel, anélkül, hogy mi ott lennénk. Tehát számtalan lehetőség volt még. Nekem ugye már volt akkor üzleti oldalam, de nagyon sok új dolgot megtanultam ebből a leckéből is, amit tudtam utána hasznosítani. Igen, a hatodik lecke az a finom hangolásról szól, ugyanis a Facebook az robotokkal, algoritmusokkal dolgozik, és ezeket a robotokat és az algoritmust bizonyos módon meg kell arra tanítani, hogy ránk találjanak az emberek, és a hatodik lecke konkrétan erről szól, tehát ebben segít, ehhez ad útmutatót. Persze természetesen ott van az a nagyon komoly kérdés, ami, ahogy Zsóka is fogalmazott, néhányan hetekig ülnek rajta, ki vagy te? Igen. És amikor végre nagy nehezen sikerül meghozni azt a döntést, hogy ki vagy te, akkor utána onnantól kezdve ez már eléggé gyors és folyamatos folyamat. Hetedik lecke. Most így gyorsan át is ugrottuk a hatodikat, mert ugye ebben csak ilyen technikai dolgok vannak. Hetedik lecke, és ez pedig hogyan öltöztetjük föl a saját oldalunkat, hogyan fog az kinézni. Ugye mindenki tudja azt az alapszabályt, hogy első benyomást csak egyszer lehet hozni, többször nem, főleg online. Tehát nem mindegy, hogy milyen bejegyzéseket látnak az emberek az oldalunkon, milyen megnyilvánulások vannak ott, mennyire vagyunk szimpatikusak, mennyire vagyunk hitelesek, mennyire vagyunk vezetői megnyilvánulást, mennyire tudjuk megcsinálni. Tehát az emberek mennyire tartják vonzónak azt, amit mi ott nyújtunk. Zsóka, most téged kérdezlek, neked ez a lecke, ez milyen kihívásokat hozott? Én ezt nagyon-nagyon élveztem, és a mai napig is. Ez a képszerkesztés, én ezt annyira szeretem, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy ezt az eszközt a kezünkbe adtad, hogy mivel lehet gyönyörű képeket csinálni, mi az a... Az a, az a, de ezt most ne áruljuk el szerintem senkinek, jó, hanem okay. Jönnek ide hozzánk, és akarják megtanulni azt, hogy lehet gyönyörű képeket készíteni,
úgy, ahogy mi akarjuk, és megnyilvánulni ugye online ezekkel a gyönyörű képekkel és videókkal, mert ugye egy olyan képszerkesztőt használunk, amiben akár ilyen kisebb videókat is, és nagyon, nagyon klassz megjelenéseket tudunk csinálni, és én ezt a mai napig is nagyon, tehát én nagyon szeretem, és tudjátok, mi az érdekes, hogy rendkívül sokat fejlődik benne az ember. Tehát mondtad az előbb, hogy akkoriban, hogy kitaláltuk, hogy ki vagyok én. Tudjátok, hogy azóta hányszor kitaláltam már, és hányszor változott már. Mondhatom úgy, hogy állandóan változik, mert ahogy fejlődünk, meg ahogy ugye az ember maga biztosabb, akkor rájövök, hogy hoppá, ezt itt nem így, hanem amúgy, és hogyha amúgy úgy jobb, akkor kipróbálom. Egyetlen egy dolog biztos, és ebben nagyon igazad volt, Zoli, mindig, próbatételt kell csinálni, tehát ki kell próbálni, hogy hogyan reagálnak rá az emberek, és ha nem jó, akkor meg kell változtatni. Ha viszont jó, akkor meg kell tartani. Tehát igazából az online gondolkozásnak ez egy alapvető tézise, hogy mindent ki kell próbálni. A próba, hogy szokták mondani, a puding próbálja az evés, ugye? Tehát igen. Igazából, hogyha kipróbáljuk a dolgokat, és működik, akkor azt visszük előre, ami nem működik, azt pedig hagyjuk. Én azt mondom, hogy ez a lecke, ez egy nagyon érdekes lecke, nagyon érdemes ezért ezt a 10 leckét végigcsinálni, mert óriási fejlődést ad az embereknek az online térben. Köszi. Zsuzsa, neked mit hozott ez? Én is ezt tudom elmondani, hogy én is nagyon élveztem ezt a képszerkesztést, mert nem ismertem, és tényleg nagyon érdekes. Én azok közé tartozom, akik nagyon szeretnek így ügyködni, szerkezgetni dolgokat, és mindig változtatni, javítgatni, hogy lenne jobb, hogy kellene, hogy jobb legyen, és valóban, ahogy mondtad, hogy ugye fel kell ötöztetni az oldalunkat, hogy vonzó legyen, nem csak tartalmilag. Hát először is, ahogy ránéznek, ugye nem a tartalom, hanem a kép, a külcsín, ami látszik, és ugye a borítókép és egyebek. Nyilván kell lenni jó néhány bejegyzésnek, amikor mi azt elkezdjük hirdetni, hogy lássák, hogy van rajta tartalom, és tényleg ezzel a képszerkesztő programmal nagyon-nagyon szép bejegyzéseket, posztokat tudtunk, meg tudunk a mai napig is létrehozni. Úgyhogy a munkatársaknak is nagyon tetszik, mert ők sem használták még. Annyi, hogy ugye akkor még más, picit ők is már változtattak a dolgokon, és akkor utána kell menni, mint ahogy a közösségi média is egy-két év után változik, és más dolgokat hoz be, de akkor meg utána megyünk, és akkor azt tanuljuk meg. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptam ettől a leckétől is. Hát igen, az online világban talán a legerőteljesebben érvényesül az, hogy az egyetlen egy stabil pont a dologban az, hogy változik. Minden egyes szót velünk, és minden egyes dolog folyamatosan változik, és ha mindig napra készek szeretnék lenni, akkor gyakorlatilag hetente, két hetente, vagy esetleg havonta lehetne új videókat készíteni. Azt írja közben Advien, hogy egyetértek Zsókával, a képszerkesztés megtanulása igazán meg tudja adni azt a határtalanság érzetet, hogy most már bármit képes leszek létrehozni, ami látványos és egyéni. Nem győztem, azt mondja, hogy onnantól minden egyes munkatárs legkisebb eredményei szerkesztett képekkel való elismeréssel honorálni. Szerintem meglepődtek, de a mintád alapján az oklevelek szerkesztése nyomán kezdtem magam is az elismeréseket osztogatni. Ezt írja Adrien. Köszönjük szépen, Adrien, a pozitív
és nagyon-nagyon lelkesítő hozzászólást. De a gyerekek ott tartjuk, hogy már hozzászólásuk is van, látjátok? Tehát azért ez nagyon jó dolog. Na akkor 8. lecke, és ez szerintem a legnagyobb kihívás. A 8. leckének én azt úgy szántam, hogy akkor, amikor elkezdünk elindulni, akkor van egy bizonyos kép önmagunkról, hogy ki vagyok én. Viszont akkor, amikor elkezdek beszélgetni a célközönségemmel, elkezdem felismerni, hogy a saját korosztályom, a saját nemem, a saját képzettségi szintemen lévő emberek egyáltalán milyen problémákkal küzdenek és milyen problémákra keresnek megoldást, akkor ennek egyetlen egy módja van, és ez a legjobb az, hogyha elkezdünk beszélgetni. És ez az egyik rész, a másik rész pedig, hogy így is tudunk, tehát az ilyen beszélgetésekkel tudunk nagyon jól eljutni az embereknek ahhoz a problémájához, amire mi megoldást fogunk tudni adni. Ehhez adunk egy forgatókönyvet, pontosabban a leckéhez tartozik egy forgatókönyv is, aminek a használatával ezt meg lehet csinálni. Mindazonáltal én azt vettem észre, hogy vannak emberek, akik nem szeretik ezt, ők inkább arra várnak, hogy majd, ha engem megtalálnak, mármint az oldalamat, hogyha megtalálnak, és akkor majd jelentkezni fognak, még minden. Ezt is lehet, azt is lehet. Az egyik, tehát ez a megkeresős módszer, ez a gyorsabb, a másik az a lassabb, mert ahogy mondtad Zsóka, legalább 90 nap, amíg maga az internet, és ezek a robotok, meg ezek az algoritmusok, meg minden, elkezdenek a megfelelő módon dolgozni, és elkezdik a megfelelő emberek orra elé tenni a bejegyzéseinket. És ezzel a 8. leckével azt szerettem volna elérni, hogy egyrészt megismerjük a célközönségünk problémáját, másrészt pedig olyan folyamatot akartam elindítani, aminek a segítségével tényleg értékes embereket lehet megtalálni. Zsóka, te hogy élted meg ezt a 8. leckét? Ez hogy alakultál? Végeredményben ugye itt arról van szó, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha mondjuk például valamilyen csoportokba elkezdenek emberekkel felvenni kapcsolatokat, és hirdeti gyakorlatilag a saját portékáját mondjuk, vagy akár a saját elképzeléseit. Én ezt annak idején ugye úgy csináltam meg ezt az első ilyen, hát ez is egy videó gyakorlatilag majd végeredményben, hogy úgy csinálunk sokszor, mint a kofák a piacon, akik ugyanúgy a másik kofának akarják eladni a retket. Ugyanis, ha mi egy csoportba például elkezdünk állandóan csak beposztolgatni, és ott ugyanolyan típusú emberek vannak, akik ugyanazt csinálják, hogy ők is ugyanazt, az ő portékájukat, vagy az ő elképzeléseiket posztolgatják nap, mint nap, akkor gyakorlatilag eladjuk ugyanazt a dolgot ugyanazoknak az embereknek, akik nem vevők rá, hanem eladók. Tehát igazából ezért fontos az, amiről te beszélsz, Mozoli, hogy felvenni a kapcsolatokat emberekkel, és úgy írni rájuk, vagy úgy venni fel a kapcsolatot, hogy megtudjuk azt, hogy ő neki mi az ő elképzelése, és mi az ő nyomógombja gyakorlatilag egy-egy ilyen megkeresés során, hogy egyáltalán mit tud az ember a kapcsolatfelvétel útján mondjuk előre haladni egy-egy beszélgetés során. Ezért van az, hogy ez a lecke, ez erről szól. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, csak ehhez az embereknek kell merészség. Tehát valószínűleg könnyebb várni a csodát,
minthogy ugye merészséggel lépéseket tenni a következő kapcsolatfelvételhez. Zsuzsa, te Átadom. hogy érted meg ezt a leckét? Én mai napig is csinálom ezt a leckét folyamatosan. Én nekem, én úgy csináltam, hogy nekem van egy csoportom, ahol hirdetnek az emberek, tehát olyan mindenki mindent hirdetett. És amikor bejönnek a csoportba, akkor én üdvözlöm őket, és akkor megkérdezem, hogy na, akkor miért csatlakozott, és mit szeretne, és az esetek 95 6%-ában az van, hogy hirdetni szeretném az ajánlatomat. Nem megoldást keres hirdetni az ő ajánlatát, és valóban tényleg nehéz ilyen hatalmas reklámzajban érdeklődőket találni, akik majd a mi üzletünkre lesznek vevők. Hogy mondjam, nem mondom azt, hogy sikereim voltak az elején, de kitartó vagyok, és nem adtam föl. És hát körülbelül az átlag az volt, hogy a fele azért reagált arra, amit én kérdeztem, a megkérdezettnek körülbelül a fele, vagy egy kicsit több. És hát általában legtöbbször ez volt, hogy ő akarja a sajátját értékesíteni. És olyankor az ember, hogyha tovább megy, és még tovább kérdezgeti, akkor eljutunk odáig, hogy mi az, amit ő szeretne igazából. Oké. Jó, és akkor most jön a kilencedik lecke. A kilencedik leckének a feladata az, hogy a nyolcadik lecke alapján, hogyha valakivel így fölvették a kapcsolatot, és sikerült az illetővel eljutni odáig, hogy az az illető csatlakozott, akkor maga a beszélgetés az egy minta beszélgetés lehet a saját csoportjának. Tehát, hogyha én eljutok valakivel egy ilyen beszélgetés során odáig, hogy valaki hozzá csatlakozni akar, és ezt végig tudjuk dokumentálni, akkor a későbbiekben a csoportom többi tagjának is segítséget jelenthet, mert amit én észrevettem, az az, hogy a legtöbben ilyen típus kérdéseket vagy típus dolgokat hoznak föl. És ha ezeket a típus kérdéseket vagy típus kifogásokat a megfelelő módon kezelve, tehát dokumentálni tudjuk, hogy hogyan lehet jól kezelni, hogy, mert hát a végeredmény mégis az, hogy ugye csatlakozott, akkor ugye ezzel az alsó hálózat többi tagjának is lehet segíteni. És a kilencedik leckének ez a feladata, hogy egy ilyen beszélgetést közzétenni, és megmutatni, hogy ilyen módon sikerült embert csatlakoztatni. A másik oka annak, hogy ez van, mert amikor valakinek már van egy csatlakozója, akkor az ugye neki az egy pozitív visszajelzés, hogy működik ez az egész dolog, és lehet eredményeket elérni. Így hát ő hitelessé válik a többiek előtt, hogy figyelj, nekem úgy lett emberem, hogy elkezdtem, megcsináltam, ott van a forgatókönyv, alapján kikerestem azokat az embereket, akiket az én ajánlatom érdekelhet, fölvettem velük a kapcsolatot, megfelelő módon kommunikáltam velük, és itt a vége, itt van egy csatlakozó, ezt tudom neked is javasolni, és így már is egy másolható folyamatot tudunk átadni. Zsóka, neked jól tudom, hogy nem csak egy, hanem több ilyen csatlakozód is van már. És te megfigyelted-e azt, hogy a legtöbben ilyen tipikus válaszokat adnak, és hogy tényleg ezzel föl lehet készülni, vagy föl lehet készíteni a többieket arra, hogy ilyen, ha ilyen kérdés jön, akkor erre ez a válasz ez már jó lesz.
Persze, hogy meg lehet ezt figyelni, és egyértelműen tipikusak ezek a válaszreakciók. De én azt mondom, hogy minden gyakorlás kérdése, tehát, és minden kipróbálás kérdése. Tehát, hogyha megint csak oda térek vissza, hogyha valami nagyon jól működött, akkor valószínűleg a másik embernél is ugyanaz a válasz, az, vagy a kérdés is, már eleve már a kérdés sem mindegy, hogy hogyan tesszük fel, működni fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt gyakorolni kell, és akkor menni fog. Köszi. Zsuzsa? Igen, közben annyira elmerültem abban, hogy hallgattalak téged, Zsóba. Igen. Tehát Hát most próbálok valóban nagyon röviden válaszolni, mert azért nagyon-nagyon látom, hogy nem vagyunk a fontos. 21 órán. Igen. Valóban föl lehet építeni egy olyan folyamatot, aminek a végén az van, hogy vagy eljön egy bemutatót, megnéz, és az már egy komoly lépés ahhoz, hogy ő megfontolja, hogy csatlakozik hozzánk. Tehát ezzel a forgatókönyvvel valóban komolyan fel tudjuk kelteni az érdeklődést, és abba az irányba tudjuk terelni, hogy őt érdekelje az, hogy hogyan tud ő eredményt elérni a saját üzletében. És nem mi nyomjuk rá a mi üzletünket, a mi ajánlatunkat. Igen. És akkor jön a záró, a tizedik lecke, ami egyben egy megmérettetés is, mert a tizedik leckében egy olyan feladat van, amikor valakinek már a konferencia termet használva kell, ja, ott még nem, tizedik lecke, ott még nem, hanem egy olyan forgatókönyvet kap valaki, és az alapján, a forgatókönyv alapján egy ilyen 5 perces, egy ilyen hatásos beszéd gyakorlatilag ennek a megtanulása van, és itt jön képbe egy olyan eszköz, amiről most megint nem beszélünk. Jó, akkor nem mondjuk el. És aminek a segítségével sokkal-sokkal jobb minőségű videókat lehet már csinálni. Ugye? Ugye, Zsóka? Igen, határozottan. Ennek az eszköznek egyébként használata egy olyan magabiztosságot tud adni, hogy én is meglettem méretetve egyébként ezzel kapcsolatosan, és tényleg az ember olyan határozottsággal tud ki, vagy odaülni a gép elé, és akár 400 ember előtt is beszélni teljesen idegen emberek előtt. Tehát nem csak akkor mérettettem meg már ezzel az eszközzel, amikor ugye ezt a videót csináltuk, hanem én már azóta is nagyon sokszor használtam. És én azt mondom nektek, hogyha tényleg szeretnétek olyan videókat csinálni, ne legyen benne ő betű, mert most ugye minden spontán megy, tehát most lehet, hogy van egy kis e, egy kis ő, egy kis az ember oda nem figyel annyira oda, de amikor ugye tényleg olyan helyzetbe kerülsz, amikor olyan videót akarsz felvenni, vagy olyan konferencián, mondjuk igazán profi, ugye? Igen, világméretű konferenciához ültetnek oda, és neked ottan ugye nagyon szépen kell beszélni. Hát annál nagyobb idegességet nem tudok elképzelni. Még egy nagyon-nagyon profi ember is szerintem rendkívüli izgatottsággal csinálja ezt meg. De ennek az eszköznek a segítségével ez fantasztikus. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, gyertek hozzánk, tanuljátok meg, hogy hogyan kell ezt csinálni, hiszen mi tényleg nagyon szeretettel segítünk nektek ebben. Ha ezen a 10 leckén végigmentek, akkor már, és amit még hozzá kell, hogy tegyünk, hogy bármilyen cégbe vagytok, és bármilyen munkát végeztek, bárkinek tudunk segíteni, hiszen ez az online oldalazás alkalma, amit mi csinálunk, ez igazából azokat az embereket segíti, akik pontosan ezt szeretnék. Úgyhogy én nekem ez az Oké. Köszönöm szépen, Zsóka. Zsuzsa?
Tizedik Én lecke. nekem ez a lecke nekem ez szerintem egy áttörést okozott, mert az a forgatókönyv is, ahogy ezt ugye össze kellett állítani, azelőtt én még így nem csináltam videót, és ezzel a módszerrel. És amikor én ezt felvettem és elmondtam, akkor olyan kommenteket kaptam, hogy teljesen oda voltam, meg vissza. Úgyhogy nagyon, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. És hát valóban a többieknek is ezt nagyon ajánlom, itt írta is az egyik munkatárs, hogy nagyon iparkodik, hogy elérjen a tizedik leckéig. Úgyhogy igen, igen, nagyon-nagyon jó ez a módszer, ahogy te is elmondtad, Zsóka, hogy igen, ezzel az eszközzel valóban egy nagyon profi videót lehet készíteni. Úgyhogy érdemes megismerni, kipróbálni. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velünk. Nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy megint egy jót tudtunk beszélgetni, és hogy elmondtátok a saját tapasztalatotokat, amivel biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok embernek fogunk majd tudni segíteni, hogy most már egy kicsit tisztábban és jobban lássák, hogy miről szól maga ez az egész eredményes online hálózatépítés, és hogy gyakorlatilag, ahogy Zsóka is mondta, bárki tudja használni bármilyen üzleti helyzetben. Na hát, negyed van, úgyhogy most már csak egy-egy búcsú mondatot kérek szépen, és akkor zárjuk ezt a mai tréninget is, jó? Én is örülök, hogy ilyen jót beszélgettünk erről a témáról, úgyhogy én is mindenkinek jó éjszakát kívánok. Sziasztok! Zsuzsa? Zsuzsa, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, írjatok kommentet, osszátok meg, és keressétek a csoportjainkat, és megmutatjuk nektek ezt a pénzteremtő módszert. Sziasztok! Jó, hát akkor én is búcsúzom. Szervusztok, szép estét! Találkozunk jövő héten hétfőn, amikor élő bemutatót fog majd tartani Zsuzsána, és nagyon remélem, hogy jó sokan ott lesznek, és sok-sok vendégetek is lesz majd. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!